próbáljuk meg a középső szólam csak a első és nézőjel után négy majd be, és kezdődik a... konkrét és jó legyen. Istenem, vádolom magam, hogy szeretetem nem középpont, csak díszítés volt, alkalmi köntös az életemen. Csillogó, mint a léggömb, de üres és felfújt a belseje. Istenem, vádolom magam, hogy volt ugyan hitem, de igazán nem szerettem. Életemről nem ismerhette föl senki, hogy a krisztusi élet Isten szeretetéből élni. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert.
Lakóhelyéből rátekint az Úr, mind a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettünket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon bennünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Ajtaján koldus képében zörgetett az Isten, s kért egy falásnyi kenyeret a kenyerükből. De Szabó János ideges volt, s rákiáltott: hord el magad innét, csavargó! Hanem az asszony megszánta az öreget, s kiszólt a küszöbön: várjon csak, jó ember, maradt tegnap délről egy tálka levesem, megmelegítem, ha megissza. Az öreg leült a küszöbre, megvárta, míg a leves megmelegszik, aztán fogta a tányért, és kihörpölte az egészet. Azzal fölállt és elköszönt. Odabent közben Szabó János leakasztott a szekrényből egy viseltes kabátot. Ezt, mondta az asszonynak, neki adnám. Az asszony vállat volt. Az ember ropogott egy ideig, aztán mégis kiment, hogy a koldusnak adja a kabátot, de az Isten akkor már messze járt, és lassan eltűnt a jegenyék között. Jézus mondja: mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Napsugarak zúgása, amit hallok. A számban nevetnek, jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, hosszú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán neked, mindenért neked. Napsugarak zúgása, amit hallok. A
számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál az élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm. Hallgassátok meg Isten igéjét. Köszöntselek szeretettel titeket, lányok és fiúk. Én örülök, hogy itt lehetek. Egy kicsit engem most zavar és feszély ez a Luterka bácsokkal, közvetlenebbül vagyunk így most együtt. Én nem prédikálni akarok, hanem beszélgetni veletek, még ha monológ is ez most. Elmondom mindazt, ami foglalkoztat, ami az utóbbi időben rám nehezedett, de valójában a vasárnapi ige váltotta ki bennem újra azt a gondolatsort, aminek egy részlete is most ez a felolvasott ige szakasz. Talán többen figyeltétek, akik templomba voltatok, hogy az Isten igéjéről és annak a meghallásáról volt szó. A vasárnap jellegét így adta a mi ágendánk, hogy a süketségből az ige hallására. És Jézus a Máté evangéliumából idézett mondata szerint boldognak mondja a füleket, amely hall, meg tűnik meghallja az Istennek a szavát. És ő idézi Ézsaiás profétát, mégpedig a Septuagintából, tehát a görög szövegből, a görög fordításból, ahol nem lehet az Istenre hárítani a felelősséget, mert a héber szövegnél még csak-csak, de a görög szövegből egyértelmű, hogy ha nem értjük, nem halljuk meg az Isten igét, akkor velünk van baj. Így is mondja, hogy mert a szívük azok elnehezedett, megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy ne lássanak, hogy fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Egyértelmű itt, amit Jézus az Ézsaiás idézettel mondani akar, hogy vannak, akik egyszerűen azért nem hallják meg sose az Isten igét, de nem akarják. Miért nem akarják? Mert nem akarnak megtérni. Semmiképpen. Ezt mindenképpen el akarják hárítani maguktól. Én ezt nagyon veszélyesnek és kockázatosnak tartom, ezt a magatartást, ószövetségi idézetet, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Tehát vigyázzatok! Isten igét hallgatni, az mindig kockázatos dolog. Ez nem olyan egyszerű. Jézus is megerősíti ezt, talán többen emlékeznek rá, amikor azt mondja, én nem ítélek el senkit, de az a beszéd, ami az én számból kimet, az igen, azon a napon. Tehát Jézus szavával is szembesülni, ezt hallani, ez tényleg kockázatos, mert hallatlan felelősség van rajtunk, hogy hogyan fogadjuk, mi módon. És ha az ember nem akar megtérni, akkor bezárja a szívét, fülét, hogy ne lásson, ne halljon. Miért nem akarunk megtérni? Ott az Ézsaiási mondat végén van egy, hogy meg ne gyógyítsam őket. Gyógyítani akar, vagyis egy kicsit a bajainkhoz oda nyúlni az ő igéjével. És ez nem kell.
Mert ezekről a lapokról ilyesmiket olvasok, hogy ma is térden állva imádkoztam, könyörögtem hozzád, Uram. Nyisd meg előttem a te igédet. Hol vagyok én már ettől? Hol vagyok? És olvashatnék bele a naplomba, akkor volt naplomba. Hát nem szabad abba hagyni, hanem magamnak is mondom ám, nem nektek, csak újra, megújult frissességgel venni az igét, kérni, Uram, segíts, hogy ne a hangulatok dobáljanak, mert ez a napló azt is tükrözi, hogy mint minden fiatal én is. Bizony, egyszer jókedvű voltam, egyszer meg beborult a világ, akkor minden sötét volt. Dobálnak minket ezek a hangulat hullámok. Hát nem szabad. Mi kereszténységünk az nem a mi hangulatainkon múlik, hát ti is tudjátok. De ez akkor fog igazán megalapozódni bennünk, hogyha járatosak leszünk az Isten igéjébe. Figyétek meg, hogy Jézus is mennyire az igével harcol és küzd. A kísértés történetére tessék gondolni. Tehát amit Pál ír a lélek kardjáról az efezusi levélben, az Jézus forgatta, de még mennyire? Mert ugyan mivel tudnád kivédeni a hangulataidat is, hanem az Isten igéjével. A másik, ami nagyon fontos, hogy járhatósak legyünk, hogy a körülmények... Imádkozzunk. Tekints ránk, Urunk, és légy velünk, hogy mi is veled lehessünk. Jöjj fényeddel, mert benn... Urunk, nézd meg szemünket csodáiddal, kezeddel. Segíts, hogy megtaláljuk helyünket ebben a világban. Urunk, kérünk, bocsáss meg gyakori gyávaságunkat és lustaságunkat. Akkor nem sikerül elkezdeni, folytatni, vagy abba hagyni valamit. Bocsáss meg, mikor csak a magunk erejéből szeretnénk mindent elvégezni, és kérünk, adj erőt az őszinte bűnbánathoz.
is szerepelnek. Jól magam futbolázok, és a mozambiki vendégművész. Füke Szabolcs. Szeretnénk valami egészen laza oldott dolgot csinálni, úgyhogy nyugodtan meg van engedve az, hogy közben tapsoljatok, vagy aki akar az közben rendezett tapsol gondoltam, igen. És röviden egy pár szót arról, hogy miért csináljuk mi ezt az egészet. Már régi álom volt az, hogy legyen egy ilyen együttes, alakuljon egy ilyen együttes. Sokat gondolkoztunk rajta. És úgy gondoltuk, hogy mivel mi ezzel a zenével nőttünk fel, azért az evangéliumnak is egy csatornája, egy isteni eszköz lehet az, hogyha az ember ilyen zenével fordul a fiatalok felé, és igyekszik ezen a zenén keresztül közeledni hozzájuk, vagy közeledni hozzájuk az evangélium üzenetével. Ezért csináljuk mi ezt, és mihányzik még? A számokról kell szólnom, úgy van. Az első szám címe magunkról magunknak, nagyokat hazudunk, magunkról magunknak. A második szám címe ígéretek. A harmadik szám címe porba hajtott fejjel, és most többet nem mondok, mert ezt elfelejtett, ennyi. Thank you.
az első számú rajongónk, Sefcsik Zoltán részére szól, mert ő volt és az első, aki hallgatott bennünket, és az ő kedvenc szám. Kihagyvás terén, kiadják lelkünk adjunk kedvét.
Jézus Krisztus, köszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy tőled való a zene és a vidámság is. Kérlek segíts, hogy zenében és vidámságban is közeledhessünk egymáshoz, és hogy a világnak igazán meg tudjuk mutatni azt, hogy szeretetben hordozzuk egymást. Uram, segíts, hogy a Te utadon járjunk, és vezess minket, taníts minket a Te ösvényeidre. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a Te neved, jöjjön el a Te országon, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünkre vétkeinket. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mi ez a szó, hogy mevisz? A mevisz a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség kifejező szónak a mozaik szava. A szövetség 3,5 évvel ezelőtt, 88 nyarán alakult, azóta megy a munka, és azóta folyik a szervezetben az élet. Azt szeretném megkérdezni, hogy úgy mégis a mevisznek valami elődje, valami történetről nagyon dióhéjban szólja egy pár szó. Igen, a mevisznek nagyon sok mozgalom, elsősorban mozgalmi elődje van. Többek között elsősorban említem. Ide ne gyertek be. Jó, még egyszer. Semmi baj nincs. Direkt azért sem. Jó, még egyszer akkor elkezdjük onnan, hogy pár szóval azért a mevisznek mi a múltja erről, hogy jól lenne egy kicsit szólni. Igen. A mevisznek megalakulás előtt nagyon sok, főleg mozgalmi elődje van. Nagyon fontos és kiemelendő a fóti kántorképző tanfolyamoknak a hosszú éveken tartó sorozata, azután a gyelesi konferenciák, aztán az Őri Magyarózsdi, Magyarózsd névvel fémjelzett felnőtt ifjúsági mozgalom. Mindezeknek egyenes következménye volt az, hogy amikor már lehetett, egyesületi formába alakult az evangélikus ifjúság. Régebben nem volt ennek, mondjuk az elmúlt 40 év előtt valami formája? Természetesen a 1948 előtt volt evangélikus egyházban, illetve felekezet közötti egyesületi élet Magyarországon, a KIE, a MEGDES, a Solideo Gloria, több evangélikus részvételi ifjúsági szövetség is volt, inkább ökumenikus alapon, mint felekezeti alapon. Igen, akkor ez a MEVISZ lényegében ilyen szempontból egy teljesen új hajtásnak kell tekintsük. Ilyen szempontból igen, viszont alapszabályban mi deklaráltuk a evangélikus részvételi ifjúsági szervezetekhez képest a jogfolytonosságot is. Tehát egyrészt új, mert pusztán evangélikus, viszont hagyományokra, vagy a korábbi hagyományokra ráépülni kíván. Igen. Mennyire tud országos, Szabolcskám, itt filmezünk most, jó? Mennyire tud országos jellegű lenni ez a MEVISZ? Mert itt Pesten összejött nagyon sok fiatal, de hogy éritek el a vidéki fiatalokat, és akkor mindjárt másik kérdés is válaszolj, hogy mennyire intellektuál, mennyire főiskolás, középiskolás, vagy mennyire tudjátok elérni az ipari tanulókat? Igen, komoly probléma az, amit most kérdezel. A tagságnak jelentős része budapesti és Pest megyei. Az a tapasztalat alakult ki ez az idő alatt, hogy ott van munka, és ott folyik értelmes tevékenység, ahol volt valaki, aki ezt szívügyének tekintette, felvállalta. Nagyon pozitív példának tudnám mondani Pécset, ahol nagyon komoly MEVISZ bárka jellegű csoportosulás alakult ki. Én tudom azt is, ez egy őszinte önkritika, hogy a MEVISZ-nek ezen a területen sok tanulóvalója, sok tennévalója van még. A iskolázottsági statisztikát mi nem készítünk, ilyen információt mi nem gyűjtünk a tagokról. Az a érzésem, hogy elsősorban középiskolás és egyetemista, vagy egyetemet végzett diplomás a tagság, és kevésbé munkás, ipari tanuló. Ez megint csak probléma, és megint csak javítani kellene ezen a oldalán és a szövetségnek. És akkor, ha már ott tartottunk, akkor egy pár szót beszél arról, hogy milyen munkacsoportja, milyen munkaterületei vannak ennek az ifjúsági egyesületnek. Igen, alapvetően szakcsoportokban létezik a MEVISZ, szakcsoportokban él. Nagyon fontos, és elsősorban említeném meg a Bárka névre hallgató szociális gondozó munkát, akik vakokkal, állami gondozottakkal, mozgássérültekkel táboroznak együtt nyaranként, illetve évközben pedig havi rendszerességgel látogatják például a Balatonalmádi nevelőotthont.
Azután nagyon fontos szakterületi munka, könnyű zenével foglalkozó munkacsoport, hiszen ugye két kötetes ifjúsági megfizetet jelentettük már, gitáros tanítótáborokat szervezünk nyaranként, és szeretnénk a énekfüzetek hanganyagát magnó kazettán sokszorosítva a gyülekezetek és az ifjúságok rendelkezésére is bocsájtani. Igen. Még egy dupla kérdés. Milyen kapcsolatotok van ökumenikus jelleggel, tehát már is ifjúsági körrel van erre remény, és egyáltalán ildomos-e, és ugyancsak külország szövetségeivel, stb. És a kié ez, mi a Mevisz mellett? Igen, érdekes dolog, hogy amikor a 88-ban a Mevisz alakult, és a református oldalon pedig a Refisz, akkor mindegyikünkben megfogalmazott egy olyan igény, hogy alakítsunk kiét, ne külön dolgozzunk, úgy, ahogy régen volt. Aztán ez valahogy akkor nem sikerült, úgy éreztük, hogy akkor ez még nem túlságosan izoláltak voltak a társaságok, és ezek mellett harmadikként alakult meg, vagy alakult újra Magyarországon a kie. Most igyekszünk mind a két szervezettel a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani, és ez konkrét tevékenységekben már meg is nyilvánul. Közös játékos könyvünk jelenik meg a kiével. Karácsony este tavaly is és tavaly előtt is közös alkalmakat szerveztünk. Szerveztünk már közös ifjúsági evangelizációt. Ez év nyarán sporthét lesz, amit szintén a kie égisze alatt, de közösen szervezünk. Tehát én hitem és az én szándékom szerint a közös munka, a közös együttműködés az mindig munkajellegű, és nem elvisíkon szeretnénk ezeket a szeretjük egymás dolgot deklarálni. Még egy kérdés, azért ezt nem, hogy egy foglald össze egy a létszámot, hogy mennyi embert, fiatalt számoltak ide, és talán még egy kérdésre kitérhetnénk, hogy valójában az evangélikus egyházon belül valami kegyesség irányzatot képvisel a Mevisz, vagy minden belefér. Értem. Az első kérdésedre a létszám 400 alatt van, tehát 400 fő alatt, ez 14 évestől 35 évesek van elsősorban, de vannak 35 év fölött úgynevezett pártoltagjaink is. Erre lehet azt mondani, hogy sok, lehet azt mondani, hogy kevés, aki ismeri a mai Magyarországon az egyesületi párti létszám arányokat, az tudja, hogy ez egy viszonylag korrekt létszám. Ennek a tagságnak egy része csak az, aki ténylegesen aktív, és valóban munkát is végez a Mevízben. Ugyanakkor van nagyon sok olyan emberek kapcsolatunk, ez százas nagyságrendre tehető, akik viszont nem Mevíz tagok, és mégis a Mevíz által szervezett táborokban, különböző rendezvényeken aktívan szerepet vállalnak. Tehát a tagság és a munkatársak köre az két egymást azért fedő, de nem teljesen azonos kör. Kegyességi irányzatban pedig nem deklarált önmagát a Mevisz, nem mondjuk mi egy magunkról sem azt, hogy egyik, sem azt, hogy másik kegyességi irányzathoz tartozunk. Szeretnénk azt, hogyha Mevisz egyfajta munkaorientált gyűjtő szervezet lehetne ilyen téren is. Nem akarunk és nem is fogunk reménység szerint elhatárolódni sem egyik oldaltól, sem másik, sem harmadik oldaltól, és nem is akarjuk kizárólagosan egyik vagy másik felé elkötelezni magunkat. Szeretnénk azt, hogyha mindenki, aki egyik vagy másik táborba tartozónak érzi magát, hogyha itt lehet táborokról beszélni, megtalálná a munka lehetőséget a Mevízben.